Ebben az évben is folytatódik az NKIK kamarai beszélgetések című rendezvénysorozat, amelynek első találkozóján a Paks 2 beruházásért felelős tárcanélküli miniszter Zsüli János volt a vendég. A Nógrád megyei kereskedelmi és iparkamara évek óta futó, havonta jelentkező eseményére rendre illusztris személyeket hívnak, de mint Ordai Péter, az NKIK elnöke fogalmazott köszöntőjében, most először sikerült miniszteri szintű előadót megnyerni. Zsüli János miniszter az atomerőmű volt vezérigazgatója, teljes körű szakmaisággal mutatta be a Paks 2 programot a népes hallgatóságnak, a pénzügyi háttértől kezdve a környezetvédelmi kérdésekig, az erőmű műszaki leírásáig terjedően. A miniszter kifejtette azt is, hogy szívesen beszél a folyamatosan aktuális témáról, mert fontosak az ilyen fórumokon felmerülő pro és kontra érvek. 10 éve döntött a parlament úgy, akkor még 95,4%-kal támogatta, hogy kezdődjön ez a folyamat, aminek révén, ha meg lesznek a engedélyeink, akkor megépülhet ez a két blokk. Akkor indokolt volt ez a beruházás, hisz a magyar ipar fejlődése megkívánta. Évi 1,5% növekedésre volt kilátás villamos energiafogyasztás tekintetében. Ugye most is indokolt, hiszen nagyobb ütemű a növekedés. A miniszter elmondta, hogy ez az egyetlen olyan iparág, amelyben a keletkező hulladékot gramra el kell számolni. Így ennek kezelésére pénzügyi alapot kell elkülöníteni. Ez kilovattóránként 2 forint tud jelent. De azt jelenti, hogy éves szinten 25-30 milliárd forint van egy központi nukleáris alapba befizetve, ami lehetővé teszi, hogy ezt a hulladékot gramra elszámoljuk. Időközben felmerültek klímavédelmi szempontok, melyeket az Unió sem tud már kezelni atomerőművek nélkül. A klímavédelmi célkitűzéseket az utóbbi időszakban tapasztaltak alapján Európában is újra kellett fogalmazni. A magyar terveket minden eddig felmerült kifogás szempontjából megvizsgálta az Unió, és zöld utat adott a programnak. Ugye lényeges elemünk, hogy környezetvédelmi engedélyünk rendelkezésre áll, telephelyi engedélyünk rendelkezésre áll, ezek mind arról szólnak. A környezetvédelem arról, hogy az erőnek a környezetre való hatása az nem lehet semmilyen. A legnagyobb üzemzavari szituációban se érintheti a környezetet semmilyen káros hatás. Így kell a erőmet tervezni. Erről szól az engedélykérelem, és ugye ezt kell majd bebizonyítanunk, és a hatóság ezt bírálja. A telephely engedély meg arról szól, hogy a telephelynek se lehet semmilyen negatív hatás az odaépített műre. Az orosz fél szeptemberben megküldte a terveket, melyek engedélyeztetési folyamata most indul. Emellett Paks 2-vel kapcsolatban újra és újra beszélni kell a megtérülés kérdéséről is. Ez egy megtérülő beruházás, ugye 16 hónapig az Unió vizsgált erre ennek az erőműnek minden egyes kérdését, hogy odaadhattuk-e versenyeztetés nélkül az orosz félnek, meg fog térülni, biztonságos, ezekre mind 6 kérdéskörbe vizsgálódott a Unió bizottsága, tehát a Brüsszel bizottság, és mind a 6 kérdésben azt mondta, hogy mehet tovább a beruházás, meg fog térülni, 7,35% profitot, tiszta, környezetbarát, ennélkül Magyarországon hosszú távú, olcsó, biztonsággal megtermelhető villanyt nem lehet előállítani, tehát ez a gazdaság számára is fontos.